Nógrád megye dimbes-dombos erdőkkel, rétekkel szabdalt táján, a Cserhát belsejében 350 hektáron gazdálkodik az 5 gyermekes édesapa Csáki Balázs. Juhokat tenyészt és méheket tart. A húst és a mézet a nagyvárosba szánja. Extenzív legeltetésre alapozott állattartás az, ami talán így a fő csapás irányának mondhatok a gazdaságnak. Ennek keretében mintegy 700 körüli anyajú létszámmal és a szaporulatokkal gazdálkodunk. Az állatoknak szükséges takarmányt termeljük meg, mind a szemes, mind pedig a szálas takarmányt, illetve eladásra is tudunk termelni szénát. 2009-es fiatal gazda támogatást nyertem el. Annak keretében tudtam elindítani a méhészetet és a juhászatot, és akkor emellett volt egy állattenyésztési pályázat, amit juhodályokra, úgynevezett ilyen sátorhodályokra tudtam felvenni, illetve egy-két juhtartási tenyésztési eszköz volt az, ami még beszerzésre került. Ez egy nagy lendületet jelentett, és így az elletés, a juhoknak a téli szálláshelye az megoldottá vált. Most már másfél éve elnöke vagyok a Nógrád megyei ifjú gazdák egyesületének, amely egy magosz tagszervezet. Én ezt egy nagyon jó kis közösségnek tartom, mind megyei, mind országos szinten. Fiatal vidéken élő gazdálkodó vagy gazdálkodni vágyó embereket tömörít és próbál magához vonzani. Szakmai programokat, szakmai témájú előadásokat, szakmai napokat szervezünk, hálózatosodásra törekszünk, tehát igyekszünk megismerkedni egymással, egymás tevékenységével, ki hol tud segíteni a másiknak, és igyekszünk az érdekeinket érvényesíteni vagy képviselni. Én azt gondolom, hogy ebben a nagy szervezetet, a MAGOSZ az élen jár, de azt látom, hogy abban is nagyon jó az együttműködés, hogy nagyon sok mindenbe bevonnak minket, mint fiatalok, kikérik a véleményünket, és ezzel tudjuk hallatni a hangunkat. Ez egy originális életforma, jobban megismerem saját magamat, a teremtőt, és más embereket, és ez egy jó kaland. Esztergomban a város melletti dombok között 2,5 hektáron gazdálkodik Hámori Áron és családja. Csirkét, fürjet, nyulat, tehenet és 60 kecskét tartanak. A kecsketejből friss és érlelt sajtokat, joghurtot, a fürt tojásból pácolt terméket vagy krémet készítenek, hogy aztán vásárló közösségekben és a piacon eladják. 4 gyermekével és feleségével együtt dolgoznak harmóniában, a természettel. Ez egy nagyon családi vállalkozás. A legnagyobb segítségem természetesen az én csodálatos feleségem. Neki is kell gyakorlatilag minden munkafolyamathoz értenie. Itt gondolok az elléstől kezdve a fejésen át a takarmányozáson bármire. Én még 2016-7-ben indultam a fiatal gazda pályázaton, amit akkor ugye el is nyertem. Ez egy nagyon jó pályázat volt, mert gyakorlatilag szabad felhasználású, és ugye 100%-os a támogatási intenzitása. És akkor mi nagyon sok gépet vettünk belőle, illetőleg a szénapadlást építettünk, az istálló befejezése, a másik istállónak az elkezdése, és hát a sajtgyártáshoz szükséges eszközöknek a beszerzése, abban nagy segítség volt ez a pályázat. Jelenleg itt a Komárom-Esztergom megyei Agrárkamarában 2 osztályban is tag vagyok, illetve most alakítottuk meg ősszel a Komárom-Esztergom megyei ifjú gazdakört, aminek én lettem az elnöke. Ebből egyenes ágon ugye a MAGOSZ-ba is tagságot nyertem. Kint vagyunk a jó levegőn, állatokkal dolgozhatok, ami engem nagyon megnyugtat és feltölt. Plusz a családommal vagyok egész nap, tehát nem az van, hogy kiszakadok tőlük 8 órára egy munkahelyre, és utána jön a nagyon kreatív része, a sajtgyártás, a termékgyártás és hát az értékesítés, ami szintén nem egy elhanyagolható szegmense ennek a dolognak. Nekünk a cél az most már ez, hogy abból kihozni a legtöbbet, amink jelenleg van.
Fejér megyében, Sárkezi határában 800 hektárnyi szántóföldi növénytermesztéssel és csirketartással foglalkozik Szabó Virág és családja. A 30 éves gazdálkodásban őszi búzát, kukoricát, napraforgót és szóját termesztenek. Virág és testvére precíziós gazdálkodással, a legújabb technológiákkal folyamatos fejlődésben tartja a lépést a megváltozott világgal. A növénytermesztéshez kapcsolódóan, ahhoz, hogy a terménykezelés teljes folyamatát is a gazdaságban tudjuk megvalósítani, pályázati támogatásból megvalósítottunk egy szárító építését, illetve a teljes tárolókapacitásunk pedig az éves termés mennyiségünk betárolására elegendő. Ezzel megteremtve annak a feltételét, hogy a lehető legjobb időben tudjuk értékesíteni a terményeinket. Optimisták vagyunk, és a bővítésben, fejlődésben gondolkodunk. Állattartó telepkorszerűsítés pályázat keretében egy a már meglévő épületünkben lecseréltük a technológiát, illetve egy új csirkenevelde épületet építettünk, és ennek a technológiai beszerelése után tavasszal szeretnénk megkezdeni a beüzemelését, ezzel bővíteni a telep csirkeállományának a létszámát. 2020. januárjában alakult az Ifjú Gazdák Fejér megyei gazdaköre, amelynek elnöke vagyok. Itt elsősorban az információ áramlást tartom a legfontosabb feladatnak a tagok között. Ehhez segítséget kapunk a központi MAGOSZ vezetéstől, folyamatosan küldenek információkat az aktuális jogszabályi változásokról, különböző rendezvényekről, így gyakorlatilag napra készen tudjuk nyomon követni a legújabb trendeket, információkat. Így azt gondolom, hogy mindenképpen hozzájárul a gazdakörnek a tevékenysége ahhoz, hogy a fiatal generáció zökkenőmentesen tudja átvenni a gazdaságokat és továbbvinni. Ehhez még hozzájárul az is, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szintén segíti a rendezvényeinket, illetve hozzájuk is tudunk fordulni a különböző gazdálkodást érintő problémákkal, kérdésekkel. A Duna-Tisza közti homokhátságon Kecskemét mellett Helvécián gazdálkodik Göbölyös Károly és családja. Több mint 10 hektáron termelnek védjegyes burgonyát, szántóföldi növényeket, nevelnek sertést, végeznek adminisztratív munkát maguknak és másoknak is. Fizikai és szellemi tudásukat ötvözve keresik az új generációs lehetőségeket. Szüleik gazdaságára és tudására alapozva dolgozik együtt a három generáció, a vállalkozást alapító édesapjukkal és édesanyjukkal nagy egyetértésben. 1990-es évek elején a szüleim elkezdtek gazdálkodni. Kezdeti 1-2 hektáros területből kinőtte magát a mostani állapotára a gazdaság. Burgonyatermesztés és a sertéstenyésztés a két ágazat, emellett szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkozunk. A testvérem és én, illetve a párjaink is aktívan részt vesznek. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert mind a 4 fiatal agrárvégzettséggel rendelkezik más-más területen. A fizikai gazdálkodás mellett adminisztratív szaktanácsadást és projekttanácsadást is végzünk, ezzel a helyi gazdálkodóknak segítünk. Számos pályázaton indultunk és sokat sikeresen véghez is vittünk. Kiemelném a LIDER projektet, magát a burgonya termesztést, a helyi termék piacra jutásának elősegítését favorizáltuk, illetve ezt az irányt ragadtuk meg. Emellett kertészeti korszerűsítés pályázaton belül most jelenleg futó hűtőház projektünk van folyamatban, ahol burgonyatároló építése mellett napelemes beruházás, illetve garat vásárlása történt, amellyel megkönnyítjük a saját munkánkat. 2020-ban megalakult a Bács-Iskó megye ifjú gazdakör, és fontosnak érzem, hogy a fiatalokat összefogják megyei szinten. Ez nagy segítség lehet a közeljövőben a generációváltás elősegítésében. Ugye a nagy magoszon keresztül kikérik a véleményünket a megjelenő pályázatokkal kapcsolatban, törvényhozások esetén is a véleményünket hallatni tudjuk, ezáltal lehetőségünk van a jövőnket befolyásolni, illetve a saját tapasztalataink alapján módosítani, vagy módosítási javaslatot tenni. A szervezet segítségével más gazdaságokba is be tudunk látni, ami plusz információt és tapasztalatcserét
biztosít számunkra. Ugye a fiataloknak lehetőségük van akár egy általuk nem ismert régióban más működő gazdaságnak a jó gyakorlatát átvenni és alkalmazni a jövőben. A mezőgazdaság az ugye egy naturális munka. Nagyon jó megnyugtatja az embert. Nincs kötve egy íróasztalhoz, nincs kötve egy irodához, hogy csak ott dolgozhat. Folyamatosan változik, ezáltal nem monoton. A családdal együtt éljük az életünket, így a gyerekeket is be tudjuk vezetni magába a mezőgazdaságba. Több mint 40 éve kapták NASZ ajándékba Borbély Tamás szülei azt a kis családi területet, amelyből mára egy 23 hektáros virágzó családi borászatot építettek. A badacsonyi tájban ma több generáció telepít szőlőt, készít bort, az új technológiákat felhasználva, a családi hagyományokra építve. A Borbély családi pincészet egy családi birtok, ahogy a márkanévben is benne van. 81-ben tették le az alapjait a szüleim. Ez azért fontos, ez a 81-es dátum, mert én is ezen a tavaszon születtem, így gyakorlatilag egybeforrott a sorsunk, a jövőnk a birtokkal. Mi elsősorban a borvidékre jellemző fehér fajtákban hiszünk, így olasz ízlinggel, kéknyelűvel, rózsakővel, helyi véletfajtaként szürke baráttal, muszkátotthon ellen dolgozunk. Több stílusban, nyilván követve a modern trendeket, reduktív friss stílusban is törekszünk megmutatni a borvidék lehetőségeit ezeken a fajtákon keresztül, és nagyon is ragaszkodunk a tradíciókhoz, így a komoly nagy fehér borokat, akár ízlingből, kéknyelűből, mindenképpen hordós erjesztés, és utána palackos érlelés után hozzuk a piac. Törekszünk kihasználni a támogatási lehetőségeket. Kezdetektől a agrárkörnyezetgazdálkodási programban benne vagyunk a teljes birtokkal. Mellette egy-egy új telepítésnél, újra telepítésnél kaptunk segítségeket ugye pályázati útakon. A borászatban szintén fontosak a támogatási lehetőségek, így elsősorban gépekre volt lehetőség, tehát a borászati géppályázatokban tudtunk indulni, és innét új prést, napelemrend hozzá, hiszen megújuló energia eleve előírás is volt. Az Agrárkamarával kezdetektől együttműködünk, ezen keresztül jött annak idején a területi agrárbizottsági felkérés is. Ezeken a kapcsolatokon, ezeken a szerepvállalásokon keresztül is kapunk fontos információkat az ágazat helyzetéről, akár a földügyi dolgokról, vagy éppen hallunk a kollégáktól egyéb más tapasztalást, úgyhogy mindenképpen ezek a társadalmi feladatok és az ilyen szervezeti kapcsolatok, ezek segítik a mindennapi életét, munkáját az embernek. 2020-as évben az év bortermelő díjat érdemeltem ki, ami a szőlőborágazat legnagyobb belismerése, és ezek a díjak, ezek a sikerek segítenek, és hát nyilván inspirálnak minket a további fejlődésre. Ezt a harmóniát kell, hogy ki tudjuk alakítani ahhoz, hogy megfelelő szintű, minőségű szőlőalapanyagokat tudjunk, hiszen mi már úgy gondolkodunk a meccésnél, hogy majd azon a területen milyen bort szeretnénk értékesíteni a fogyasztók felé. Ezt tudja segíteni, hogy akár még több szőlőültetvény műveljünk meg a jövőben is. A délalföldi síkságon a Békés megyei Kondoros környékén gazdálkodik Csapóné Hernádi Noémi és családja. Szántóföldi növényeket termesztenek, kertészkednek, állatot tartanak. A környék adottságaira figyelve, harmóniában a természettel, türelemmel, hittel, egymásra támaszkodva. Ez egy ízig-vérig családi gazdaság, tehát nekünk nincsenek alkalmazottaink. A telepünk indulása és annak fenntartása, folyamatos működtetése is mind a családunk összefogásának köszönhető. A gazdaságunk fő pillérét és gerincét a szántóföldi növénytermesztés teszi ki, emellett egy kis léptékű kertészeti ágazattal rendelkezünk, valamint juhokat, sertéseket és nyulakat tartunk a telephelyünkön. Emellett szoros összefogásban dolgozunk együtt a helyi vadásztársasággal, vadtakarmányt állítunk elő, illetve vadföldeket művelünk. Gépeinkkel, eszközeinkkel, valamint növényvédelmi szaktanácsadással segítjük a környező gazdálkodókat.
A jelenlegi telephelyünk elindításához és annak fejlesztéséhez a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése pályázatot használtuk fel, és nagy segítséget jelentett számunkra, hogy a kertészeti ágazatunkat megvalósíthattuk. Kisebb kertészeti és növényvédelmi eszközöket szereztünk be, facsemetéket ültettünk, illetve az ezek védelméül szolgáló napelemes villanypásztor hálózatot építettük ki a telephelyünkön. A 2020-as megalakulása óta az Ifjú Gazdák Békés megyei gazdakörének alelnöke vagyok. Az Egyesület kiemelt céljának tartja azt, hogy a már gazdálkodó fiatalokat folyamatosan segítsük, összefogjuk, a jogszabályi változásokról és az aktuális pályázati lehetőségekről értesítsük egymást, és segítsük egymás gazdálkodását. Emellett kiemelt célunk az, hogy az ifjú generáció azon tagjait is megszólítsuk, akik nincsenek napi kapcsolatban a mezőgazdasággal, szeretnénk nekik megmutatni azt, hogy egy életre szóló hivatást nyerhetnek az agrárban, és igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy ezáltal a fiataljaink a megyénkben találják meg a boldogulásukat, és ne vándoroljanak el. Az ifjú gazdakör és a megyei magas szervezet nagyon szoros együttműködésben áll, közös rendezvényeink vannak, és igyekszünk a tapasztalatcsere által is segíteni egymást. Az ifjú gazdák szava így eljut a magoszhoz, és az ő érdekeik is képviselve vannak. Tudunk az idősebb generációtól tanulni, és az ő tapasztalataikat felhasználni a saját gazdaságainkban, illetve az ifjú gazdák egyfajta színt és modernebb technológiai újításokat is meg tudnak jeleníteni. Ha azt a munkát végezzük, amire Isten indít bennünket, akkor ad hozzá fegyvert, paripát, türelmet és erőt. A mi családunk ehhez a hivatáshoz kapott mind türelmet, mind erőt. Ebben a hivatásban és ebben a hivatástudatban szeretném a gyermekemet felnevelni, és itt látom a családom jövőjét. A Nagy Sárrét közepén, Sárrét udvariban él a Lendvai család. Az állatorvos édesapa néhány tehénnel kezdett gazdálkodni a 2000-es évek elején. Ma már 4 fiúkkal együtt 500 hektáron gazdálkodnak, és vállalkozásuk több pillérre támaszkodik. Szarvasmarha állományukból saját üzemeikben tejet és húst készítenek, a birtokon pedig növényt termesztenek. Nagyon szerteágazó a családi vállalkozásunk. Ugye a termőföldtől az asztalig mindent a vállalkozáson belül termelünk meg saját magunknak, így eléggé összetettek a folyamatok, valamint saját kereskedelmi rendszerünk is van. Van egy néhány saját boltunk, valamint 40-50 partnernek szállítunk be viszont eladásra tej- és hústermékeket. A telepen Magyar Tarka állományunk van, 460 létszámmal. Jelenleg most 500 hektáron gazdálkodunk, kukoricát, napraforgót, búzát, árpát termesztünk. A napi tejet a saját családi tejfeldolgozónkban dolgozzuk fel. A mi zeminkben ivótej, kakaó, ivójoghurt, réteges joghurt, különböző túrók, például sovány túró, félzséros túró, tejföl, vaj, sajtokból látsajtok, érlelcsajtok, azon belül is van trapista jellegű natur érlelcsajtunk, füstölcsajtunk, és egy saját malomkő sajt, amit minimum fél évig érlelünk. Édesapám is állatorvos, már gyerekkorom óta nagyon megtetszett, rengeteget jártam vele háztól házhoz állatokat gyógyítani, illetve különböző dolgokban segítettem neki. Ezt próbálom segíteni itthon és beletanulni minél jobban. A szezonális munkákban besegítek, leginkább tavasz végén, nyáron és ősz elején, ugye amíg nincs iskola. Aratásban, bálázásban, takarmány előkészítésben, illetve talajmunkában is. 2013-ban adtuk át a tej- és húsfeldolgozó üzemünket, ezt egy Élip 1-es pályázattal sikerült megvalósítani. 2019-ben pedig a tejfeldolgozónak a bővítését adtuk át. Az Agrárkamarának nagyon nagy szerepe van a gazdálkodók segítésében, ugyanis összehozza a gazdákat és szakmai fórumokat szokott ugye szervezni, és ezek a fórumok nagyon fontosak, hogy eljussanak a gazdáknak a mindennapi nehézségei, problémái olyan helyekre, ahonnan ugye a segítséget várhatjuk. Testvéreimmel eldöntöttük, hogy tovább szeretnénk vinni a családi vállalkozásunkat, átvenni a szülőktől idővel majd a irányítást. Mindannyian tudunk egymásra támaszkodni, mivel hogy mindannyian más-más ágazatban dolgozunk. Így négyen testvérek, szüleinkkel ezt nagyon jól tudjuk venni az akadályokat, és ebben van a szépsége, hogy együtt tudunk dolgozni hatan. A testvéreim nélkül nem is tudnám elképzelni, csak velük tudom és akarom csinálni ezt a vállalkozást.
Mezőgazdaság az egy nagyon speciális vállalkozás, ugyanis nagyon kiszámíthatatlan, mint például az időjárás tekintve. És pontosan ezért szeretem, mert minden nap egy új kihívás tár elénk, amit családon belül vagy családon kívül kell megoldjunk. De maga a vállalkozásunk is olyan már, mint egy kis család, a alkalmazottainkkal együtt válvetve küzdünk a napi nehézségek ellen, és ez egy mindennapos új kihívás jelent számunkra. Hud mezővásárhely külterületén Kéktó pusztán gazdálkodik Kucsora Péter és családja. 5 éve a szülőktől örökölték meg a ménest, amely jelenleg 20 anyakancából és szaporulatából áll. A nemzeti kincsként nyilvántartott Furiózó North Star a magyar lovas élet kedvelt fajtája. A ménes alapítása Kucsora Istvánhoz és édesanyám az Kucsoráné Kobzévához fűzhető, hiszen ők alapították meg ezt a tanyát. 1987 óta tartjuk itt az állatot és fejlesztjük a tanyai gazdaságunkat. Ezeket a lovakat kipróbáljuk, versenyeztetjük több szakágban, lovastusa, militári, díjlovaglás, díjugratás szakágokban, és gyakorlatilag próbálunk odafigyelni, hogy fennmaradjon a fajta a jövő nemzetékének is. A Csongrád-Csanád megyei ifjúgazda tagozatnak az elnökeként tevékenykedem, illetve próbálom összetartani a fiatal nemzetéket. Ezt úgy tesszük, hogy egymást megismerve, egymásnak segítve különböző rendezvényeket szervezünk, és próbáljuk az aktuális témákat ugye feldolgozni, illetve ismeretanyagokba helyezni, ismertetni a fiatal gazdálkodókat, és ezen felül nem csak a fiatalokkal, hanem a gazdaköri tagokkal is. Rendkívül fontos, hogy hasonló érdeklődési körrel rendelkező emberekkel, fiatalokkal találkozunk, és meg tudjuk vitatni mindennapi problémáinkat, gondjainkat. Ezáltal azt gondolom, egymásnak sokat tudunk segíteni. Mi magunk részéről utoljára nagyobb volumenű beruházást, egy szénatárolót létesítettünk az állattartó telepek korszerűsítése című pályázatból, és ezt valósítottuk meg. Emellett korszerűsítettük ugye a megújuló energia ellátásunkat és napelemet is helyeztünk el. Így gyakorlatilag ugye mondhatjuk, hogy az állam, illetve energiafogyasztásunk lenullázódott. Ennek következtében ugye ez nyilvánvaló, hogy rendkívül mértékben segíti a gazdálkodásunkat, illetve a gazdaságunknak a működését. Önmagában a magyar nemzeti kultúra része is ugye egy ilyen állatfajta, úgy mint ugye a Furiózó North Star lófajta, és nagyon fontos fenntartani a jövő nemzetéke számára, hiszen én úgy gondolom, hogy építi a nemzeti kultúránknak az alapjait, és tovább építhetjük és emelhetjük fel ugye a nemzeti öntudatunkat ezáltal. Kisalföldön, a győri járásban, Rába Patonán gazdálkodik Schmidt Péter. Ugyan erdőmérnökként végzett, de egyetemi évei után a mezőgazdaság felé fordult. 10 éve már, hogy családi földterületein szántóföldi növényeket, majd medgyet telepített. A megy mellé jött a szamóca is, a környék vásárlóinak nagy megelégedésére. Körülbelül 8000 négyzetméteren van itt szabadföldi szamóca, öntözött, szalmázott körülmények között. Ez tőszámban erős 30 ezer tövet jelent. Nagyon jó minőségű, piacos szamócát tudunk előállítani. A munkafolyamatokat próbáljuk saját munkaerővel, illetve családilag megoldani, mind a szedést, mind az indák levágását, mind pedig szükség esetén a terméskorlátozást, a virágoknak a leszedését. Tagja vagyok több mezőgazdasághoz kapcsolódó szervezetnek is. A Megyei Agrárkamara országos külügyiként dolgozom, illetve a Magoszban is szerepet vállalok. Itt a Győr és környéke gazdakörnek vagyok az elnöke, illetve próbálok aktív tagja lenni a Győr-Moson-Sopron megyében működő fiatal gazdaszervezetnek is. Mindig nagy fegyvertény az, hogy az információknak, illetve a tudásnak időben birtokába legyen az ember. Erre kiváló eszköz egy szakmai szervezet. Egyrészt a problémáinkat, a napi teendőinket is meg tudjuk osztani egymással, segítséget tudunk kérni, illetve az információ áramlás, ami a mindennapokat nagyban segíti. És ami még nagyon fontos szempont szerintem, az, hogy az érdekérvényesítés egy szervezetnél sokkal erősebb, mint hogyha magánszemélyként próbálunk fellépni, illetve megoldani bármilyen ágazatnak a problémáját.
Részt vettem több vidékfejlesztési programban, meghirdetett pályázatban is. Ennek keretében tudtam a szántóföldi munkavégzéshez munkaeszközöket is vásárolni, illetve ami most a szerelem projekt, egy nagy gyümölcs telepítéses pályázat. Korábban is volt már meggyültetvényünk, egy 2 hektáros, ezt szeretném kibővíteni, a beruházás már el is kezdődött, még 7 hektár gyümölcsel, illetve a meglévő szamóca területet szeretném bővíteni. A gazdálkodás számomra mindig is szívügy volt, úgyhogy nem is tudnám elképzelni az életemet anélkül, hogy itt a gazdaságomban dolgozom. Ad egy szabadságot, ad egy kreativitást, itt az ember teremthet, itt az ember létrehozhat. Ennek megvan a pozitívuma is, de megvan a negatívuma is, és megvan a felelőssége is, és azt a felelősséget érezni kell, mert minőségi munkát csak így lehet végezni a mezőgazdaságban. Egyházas faluban, a soproni járásban gazdálkodik Derdák Gábor. Az édesapja által alapított 30 éves családi gazdaságban 700 sertést tartanak, 60 hektárnyi szántóföldi növényt termesztenek, valamint takarmánnyal kereskednek. A környék gazdáival összefogásban közel 200 hektáron végeznek növénytermesztési munkát. Mindig is szerettem a környezetünket is figyelembe venni, hogy körülöttünk mi zajlik a világban, annyira globalizálódott minden, hogy nem elég csak a saját gazdaságunkat figyelni, kell követni a piaci trendeket. Ezért mindig is jártunk különböző gazdafórumokra. Egy ilyen megyei gazdafórumon ismerkedtem meg Németh Gergely elnök úrral, aki 2017-ben invitált meg a megyei agrárkamarához, mint vidékfejlesztési alelnök. Azóta dolgozom ebbe a tisztségembe. 2019-ben volt rá igény, hogy a megyében csináljunk egy ifjú gazdakört, akkor megalakítottuk a megyei ifjú gazdakörét a Magosznak, és az a megtiszteltetésért, hogy engem kértek felelnöknek. Tudunk alkalmazkodni a legújabb kihívásokhoz, a kor legújabb követelményeihez, ebben segít nekünk többek között a Magosz. Sokszor akár a szomszédos településről sem ismertük mi gazdák egymást, és így, hogy a fiatalok között egy ilyen megyei szervezetet megalakítottunk, a megyén belül egy kapcsolatrendszert is sikerült kialakítanunk, ami esetleg későbbiekben az üzletben is előnnyel jár számunkra, akár egy közös műtrágya beszerzés, vagy gabona értékesítésben. Tavaly december alakítottuk meg ezt a kistermelői osztályt, jelenleg az igények felmérése zajlik, ahova csak lehet az ország megyében igyekszem eljutni az alakulőrésekre, Egertől Székesfehérváron át Zalaegerszegig igyekeztem különböző helyeken személyesen részt venni, ahol tudok kommunikálni a gazdákkal, hogy mik a problémáik, és a jövőben ezekre szeretnénk megoldásokat kínálni a kamara berkein belül. Rendkívül változatos az a munka, amit itt csinálunk, és nem egy monoton munkavégzésről van szó. Hétfőn lehet, hogy a könyvelőmmel kell a kapcsolatot ápolni, kedden már az ügyvédnél vagyunk, de ugyanúgy a növényekkel is foglalkozunk, állatokkal, rendkívül sok emberrel tartjuk a kapcsolatot ahhoz, hogy ez egy működőképes gazdaság legyen, és ahhoz, hogy én egyáltalán ebben a műholdomban tudjak működni, ahhoz fontosak azok az emberek, akik körülöttem vannak, úgy, mint a szüleim, testvérem, feleségem, de az agrárkamaránál is, a falugazdászoktól, a referensekig, mindenkitől rengeteg segítséget kapok, úgyhogy szeretek ezekbe a közegekbe mozogni, és Isten igazából így nem teher számomra ez a munka, hanem élvezem ezt a feladatkört, ezeket a feladatköröket.